A Ferencváros lehetősége a 38. percben, Olán nagyon szépen dől rá a labdára, és Jahics kapust végül is csak a kapufa mentette meg, aztán aki a paszt adta, Jovanovics került még helyzetbe ezt követően, azt a lövést viszont az alaegerszegiek blokkolták. Ugye új szakvezetők vannak mind a két oldalon, Bruckner László Csank János helyére érkezett az alaegerszeghez, illetve Détári Lajos szakmai igazgatónként a Ferencvároshoz. Ez itt egy vitatott eset, és ezt nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd Pul Sándor miként ítéli meg. Itt a játékvezető Szabó Zsolt kezezésnek minősítette, és így aztán Hakola gólját érvénytelenítette. Tehát az első félidő 0-0-val zárult. Rendkívül ideges volt mind a két együttes, de különösképpen az alaegerszeg. Aztán egy nagyon nagy hiba Maróti részéről, kimarad azonban a lehetőség. Itt Maróti átveszi a labdát, de határozatlan, ennek következtében aztán megszerezte azt. Máté Balog azonban mentett egy remek bevetődéssel. Majd jön Meje, aki nyújtott lábbal beleszáll ellenfelébe, és miután már volt egy sárga lapja, ezért aztán kiállította őt a játékvezető. Mindez történt az 56. percben, a 66. percben pedig büntet a Ferencváros Tóth Bence jobboldali beadását. Olá csúsztatta a rövid oldalon a sarokba, ezúttal a kapufáról nem kifelé, hanem befelé pattant a labda, vezett át a Ferencváros. Egy perccel később a csereként beállt Rósa lövi középre a labdát, megint Olá próbálkozik, ez középre ment, Jajics hárította. Olán nagyon aktív volt, nagyon agilis volt, ő veszélyeztette legtöbbször az ellenfél kapuját. Aztán a 73. percben egy másik csereember, Delics rafinált szabadrúgása, és a vecséstől a Ferencvároshoz került Jenes Dávid, ütötte ki a hosszú fölsőből a labdát szögletre. És még egy lehetőség a 76. percben, Bogunovics is hibázik, hibázott Bulatovics is, Szomália, kipattan a labda Jahicsról, Tóth megteremti a lehetőséget maga előtt, nem lőtte azonnal, és miután ott volt a kapus, ezért nagyon okosan alányult ballal a labdának, és végül is felragasztotta a jobb fölsőbe. Ezzel a góllal lett végül is 2-0 a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés végeredménye.